ragyogást. Már mindenhol nagy a karácsonyi készülődés, és ennek alkalmából arra gondoltam, hogy mi lenne, ha meglátogatnánk egy olyan bevásárlóközpontot, ahol én személy szerint még sohasem vásároltam, és valószínűleg nem is fogok vásárolni. Hogy miért? Mert ez Pétervár egyik legexkluzívabb bevásárlóközpontja, és nagyon-nagyon-nagyon drága itt minden, úgyhogy azt akarom megmutatni, illetve megnézni, hogy milyen termékek vannak itt, és körülbelül milyen áron. De mielőtt bemennénk ebbe a bevásárlóközpontba, ne felejtsetek el feliratkozni, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, és osszátok meg minél több emberrel, illetve, ha teheted, akkor kérlek, támogasd a helyzetet. Az áruház neve DLT. Nézzük meg, hogy mi a kínálat itt bent. Irány befelé. Ez az áruház egyébként a moszkvai GUM áriház pétervári megfelelője. Itt láthatjuk is, hogy Gucci. És más nagyon drága táskák. Tehát megint csak a szankciók nagyon jól működtek. Hölgyek, melyik táskát választanak? Rolex üzlet és meg annyi híres és nagyon drága óramárka. Kérlek, nézzétek meg, hogy milyen szép belül ez a bevásárlóközpont. Bell & Ross. Ezt gondolom a férfi órakedvelők biztos értékelik majd. Valaki szereti a különleges napszemüvegeket, akkor itt lehet találni. Üvegből készült tárgyak, szobrok, vázák. És ez az üveg gorilla mellé is lett foglalva. Szintén Chanel. Cartier napszemüvegek és darabja átszámítva 500 000 forintba kerül. Na, ha szemüveges lennék. Exkluzív parfümök, és nézzük meg csak, itt van egy 52.500 rubelér, hát az körülbelül olyan 200.000 forint. Gyönyörű, szép, igényesen megcsinált Dolce & Gabbana rész.
elképesztő mennyiségű választék van, és több száz márka közül lehet válogatni. Amint láthatjátok, Hugo Boss-tól kezdve a Versace-n keresztül. Minden van. Teljesen hétköznapi sapkák, nagyon finom anyagból van, de nézzük az árát. 22.950 rubel, még közel 80.000 forint. Most fent vagyok a férfi szinten, úgyhogy itt csak férfi ruhák vannak. Tom Ford. Ez viszont piszok elegáns. Ez pedig egy cipőparadicsom. Ezt a dorkot kapjátok ki. Ha hiszitek, ha nem, ez a dorkó, ez 100.000 forintba kerül átszámítva. Megéri. És nézzétek! Ez pedig egy 90.000 forintos tornacipő tulajdonképpen. Na, ki kívánta meg? Az örök sláger, az usonka, 350.000 forintért darabja. Itt is, mint amikor a tévében nincs adás. Feljebb megyek egy szinten, hogy a hölgy részleget is megmutassam. Nézzétek csak ezt a szürke kabátot. Épp az előbb néztem meg az árát, ez több mint 1 millió forintba kerül átszámítva. Itt a hölgy Gucci részleg elképesztően szépen néz ki, mint a ruhák hihetetlen igényesek. Ha már tél és Oroszország, akkor
a bundák se maradjanak ki. Hölgyek, hogyha valaki megkívánta volna azt a bundát, akkor átszámítva magyar forintba 16 millió forintba került. Oops. Megtaláltam hamupipőke üvegcipőjét. A Tom Ford hölgy részlege, és ez a ruha, ez viszont elképesztően gyönyörű. Ez pedig az Yves Saint Laurent. Ez itt például egy orosz márka, és nagyon jó minőségű kabátokat gyárt, és én ezt ki is néztem magamnak, ezt a fekete kabátot, de sajnos 400 ezer forintba kerül, úgyhogy ez most marad itt. Természetesen a gyerekekről se szabad megfeledkezni. A luxus nem lehet elég korán elkezdeni Gucci gyerekeknek. Tak jó. Még jó, hogy van ilyen. Elértem a legfelső szintre. Itt azt mondja, hogy újévi vásár, bazár. Nézzük meg, hogy itt mi van. Ahogy annak lennie kell, természetesen van fotósarok is, meg tud örökíteni, hogy itt jártál a luxus bevásárlóközpontban. És ahogy látom, itt a hölgyek várnak. Menjünk, elég volt. A lifttel most lemegyek az első emeletre, a hatodikról, és pont most láttam egy pasas, zöld Gucci gumicsizmában. Ez mindennek a teteje, vagy alja, a fene se tudja, vicces. A bevásárlóközpontos túrának itt vége, még az utcára kimegyek és szeretnék pár mondatot mondani, úgyhogy semmi esetre se kapcsoljátok ki. Tartsunk fityiszt az életnek! Ezt a bevásárlóközpontot nem nekem találták ki, hihetetlen drága, és még akkor is, ha megtehetném, hogy ilyen drágán vásárolnék ruhaneműket, valószínű, hogy egészen más dologra költeném.
például adományokra. De mindegy is. Különbözőek vagyunk, és ez így van jól. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, és osszátok meg minél több emberrel. És a csengőről se feledkezzetek el. Paká! Még annyit elfelejtettem mondani, hogy kérlek, írjátok meg kommentben, hogy mi volt a legdrágább ruhadarab, amit eddig életetekbe vásároltatok. De most már tényleg, paká!